Az etetőanyag minden esetben több, mint magok örleményének tökéletes keveréke. Azonban, hogy ezt nézőink is elhiggyék, el kell árulnod néhány titkot. Mi van még benne? El is árulok, Zsolti. Kétféle etetőanyagot hoztam el, keverjük be, és akkor a titok a végén majd fényre derül. Az egy komplexebb etetőanyag, ez egy alapkeverék, direkt ezzel hoztam két fajtát, mert a víz felvevő képessége más és más. A vízezésen múlik minden, én úgy gondolom. Úgyhogy keverjük is be, és akkor meg tudjuk mutatni a nézőknek, hogy miről is beszéltem. Már is több, mint egy gabona őrlemény, hiszen nagyszerű az illata, van színe, és különböző szemcsék vannak benne. Igen, ennek nagyon fontos szerepük van, mind a horgászatban, mind a tapadásban is. 3,5 deciliter vizet kikészítettem neked magamnak is. Bármilyen etetőkeveréket használunk, vagy alap, vagy egy ennyire komplex mikropelletekkel teli etetőanyagot, 3,5-4 decil vízzel nem tudjuk elrontani. Békés halaink táplálkozása is nagyon sokszínű, és számtalan helyszínen űzhetjük őket, folyóvízen, tavakon, mélyebb területeken, éppen ezért az etetőanyagot is úgy kell megalkotnunk, hogy ez minden esetben alkalmas legyen a helyi viszonyokhoz. Alkalmazkodunk időjárási viszonyokhoz, mindenféle napszakokhoz is kell alkalmazkodnunk. Hol tartózkodnak a halak? Nagyon fontos ám. Az etetőanyag fogossága mellett találjuk is meg a halainkat. Tehát, hogyha megtaláltuk őket, akkor tartsuk ott az etetésen őket, valamint, hogyha ezt az etetőanyagot begyűrjük kosárba, vagy éppenség egy metód kosárba, akkor az fel is szívja, tehát tartalmas és jó etetőanyag legyen. Nos, pár kevergetésre ez a 3,5 deciliter. Nekem most még azt mondom, hogy elegendő. Mindig várni kell egy 10-15 percet. Te esetedben meg lehet, hogy többet is, hiszen az durva szemcsézetű etetőanyag. Most jónak tűnik, de el fog telni ez a 10-15 perc, és magába fogja szívni a vizet. Ilyenkor után kell nedvesíteni. Nagyon sokszor elrontják ezt a horgászok. Hozzáadnak 1 vagy 2 deci vizet, túlázik, akkor az már nem jó. Javaslom a kézi permetezőnek a használatát, csak a tetejét megsprisznézzük, átforgatjuk, és teljesen jó az etetőanyagunk. Mikor kell esetleg súlyoznunk az etetőanyagot? Mikor kell nagyon hígra kevernünk? Milyen módszerek léteznek a keverésnél? Induljunk el akkor az úszózástól, vagy egy vízközti horgászattól, akkor egy picit szárazabbra keverjük az etetőanyagot. Az a lényege, hogy be tudjuk lőni a csúzlival, vagy be tudjuk dobni, és ha a vízbérkezés után egyből boncson felhőt képezzen. Aztán van még bordás, sima etetőkosaras horgászat, és ez szokott lenni a legnagyobb hiba, amikor annyira tapadósá gyúrik az etetőanyagunkat, és begyúrjuk ezekbe a cellákba, nem jön ki, az nem jó. Viszonylag egész nap el lehet horgászni egy gombóccal, de ugye a halat meg nem fogunk ott is, az a célja, hogy vízbérkezés után egyből bontson. Kell-e ezeket az aromákat tovább fokozni, hogy a hal hamarabb megtalálja őket? Ennek az anyagnak rendkívüli illata van. A tekeverékedben minden benne van, ami egy általános horgászathoz kell. Aroma, ízesítőanyag, az úgy kész van, ahogy van. Az én esetemben is van aroma, viszont nem tartalmaz azt a 8-10-12 összetevőt, ami abban a etetőkeverékben található, és alkalmazkodnunk kell. Nem azt mondom, hogy ez rosszabb minőség, teljesen jó, de különböző tavakon horgászunk, különböző viszonyokhoz kell alkalmazkodnunk, és néha be kell vetni egy-két olyan trükköt, amivel ezt fogósabbá lehet tenni. Mi a szerepe a színeknek? Ugye a halak sötét és világos tónust tudnak megkülönböztetni. Egy letisztult vízben, mondjuk egy olvadás után, ha horgászunk, akkor inkább sötétebb színű etetőanyagokat használunk, ne legyen riasztó hatása a halakra. Ilyenkor még gyengébben kapnak, még félnek, vermelés után vannak, viszont nyáron bátran használhatjuk az élénk színeket is. Szelektáló hatása van. Általában apró halak és a nagyobb halak közti utat szokta leszűkíteni, egy világosabb vagy egy általános tónusa. Általában, ami megszokott, az egy ilyen általános, közepes tónus, ami szinte minden víztípusra használható. Eltelt egy csöpnyi idő, és kezdi felvenni pórusaiba az etetőanyag a nedvességet, éppen ezért az állaga nagyon gyorsan változik. Most nagyjából ilyen földnedves, hogyha összeszorítom, kemény gombócot tudok belőle gyurmázni. Igen, viszont az is fontos, hogyha összenyomom, és könnyedén a kezemmel szét tudom morzsolni, az a tökéletes állagú etetőanyag.